Előkerült Habony Árpád érettségie, kiderült, hogy a kisképzőbe járt esti tagozatra. Korábban az intézmény híradónknak azt írta, nem járt hozzájuk a miniszterelnök tanácsadója, több nézők viszont emlékezett rá. Ma az iskola hivatalosan igazolta, szobrász szakon valóban leérettségizett náluk Habony jó eredménnyel. Azt viszont továbbra sem tudni, hogy Habony Árpádnak van-e felsőfokú végzettsége. Rogán Antal feleségének puszi is járt, a miniszterelnök tanácsadója több kormánypárti politikussal jó viszonyt ápol. Minden politikus számára vannak olyan emberek, akik azt gondolom, hogy segítik tanácsokkal, észrevételekkel. Nem titok, hogy Habony Árpád így van, nem csak a miniszterelnök úrral, hanem többünk esetében is, de formális pozíciót nem hajlandó vállalni. Lázár János is rendszeresen kikéri a véleményét. Azt mondta, ismerettségi alapon szokott vele konzultálni. Ő régóta van már a mi politikai családunkkal fogalmazunk így, most meg nem mondom, hogy a Fidesznek ő tanácsadója, vagy a miniszterelnök úrnak tanácsadója, de a mi politikai világunkkal ő neki talán évtizedes kapcsolata van, ami teljesen természetes, hiszen minden politikai párt mellett működnek tanácsadók. De hogy Habony Árpád kitől kap fizetést, amiből fent tudja tartani átlagon felüli életmódját, rejtély. Egyetlen önéletrajza a Who is Who, vagyis a ki kicsoda oldalon érhető el. Az oldal ügyfélszolgálata híradónknak azt írta, Habony Árpád 2002. június 4-én találkozott szerkesztő kollégájukkal, és az interjú folyamán megadott adatok kerültek fel a honlapon megtalálható életrajzban. Eszerint Habony Árpád 1983 és 87 között képzőművészeti szakközépiskolába járt. A budapesti kisképző, azaz a képző és iparművészeti szakközépiskola és kollégium. Az iskola korábban azt írta híradónknak, hogy idézem, nyilvántartásunk szerint Habony Árpád 1983-1987 között nem volt iskolánk tanulója. Viszont több nézőnk is emlékezett rá, volt, aki azt írta, hogy az osztálytársa volt. Újra megkerestük az iskolát, és kiderült, valóban oda járt a későbbi miniszterelnöki tanácsadó, mégpedig esti tagozaton. Az iskola kérésünkre ezt hivatalosan is igazolta. Habony Árpád 1987. június 18-án érettségizett szobrász szakon jó eredménnyel. Úgy tudjuk, hogy végzősként rajztantárgyból dicséretet is kapott, az érettségén viszont az irodalommal meggyűlt a baja, de végül az is sikerült. Azt viszont továbbra sem tudni, hogy van-e felsőfokú végzettsége. Az általa megadott adatok alapján összeállított életrajz szerint külföldön tanult. 1991 és 93 között a Nemzetközi Kultúra Kutatóintézetben kulturális menedzser szakon végzett Bécsben. Bár az intézmény nevét nem németül adták meg, megkerestük a leírásnak leginkább megfelelő intézményt, de ott nem foglalkoznak oktatással, kizárólag kutatással. Szerettük volna tisztázni Habony Árpáddal, hogy pontosan milyen iskolákba járt, de hétfő óta sem ő, sem ügyvédje nem reagált megkeresésünkre.